World of Warcraft ugye 2004-ben jelent meg, ez volt az első ilyen nagy sikeres MMORPG, ilyen online multiplayer játék, ami ugye a Blizzard adott ki, és hatalmas siker volt 2004-től, igazából hatalmas siker egészen mostanáig. Két évente érkezett hozzá durván egy új kiegészítő, ami megemelte a szintkorlátot, behozott új területeket, új küldetéseket, és most már évek óta rágják a kiadó fülét a rajongók, hogy nagyon szeretnének visszatérni egy kicsit a gyökerekhez. Bejelentették, hogy akkor kötélnek állnak, és elkezdenek dolgozni a World of Warcraft klasszikon, és most jelent meg az játék augusztus 27-én, és hát rengetegen vágytak erre, úgyhogy rengetegen újra el is kezdtek vele játszani. Hogy ez meddig tart majd ki, megoszlanak erről a vélemények, vannak olyan játékosok, akik most csöppennek ebbe bele, mert 15 évvel ezelőtt nem játszottak, vagy lehet, hogy még nem is éltek, amikor az a játék a csúcsán volt, meg nyilván visszatértek nagyon sokan a régi arcok közül, és van, aki pontosan ugyanazzal az elánnal tudja magát belevetni, vagy egy csomó új dolog kinyílik számára a játékban, mert mondjuk bizonyos aspektusokra akkor nem koncentrált, és most úgy jött vissza, hogy na akkor most ezeket is kipróbálom. De olyanokat is olvastam, akik meg azt mondták, hogy hát igen, elvileg én lennék ennek a célközönsége, mert 15 évvel ezelőtt 7 nappal letéve játszottam, de most már valahogy nem tudja ugyanazt az élményt nyújtani. Én személy szerint nagyon élvezem, és úgy gondolom, hogy ez még viszonylag sokáig ki fog tartani. Nyilvánvalóan a 15 év alatt rengeteget tanultak a játékosok ebből az egészből. Rengeteg olyan dolog van, ami ki lett próbálva, ki lett tesztelve, le lett tökéletesítve, és azok a dolgok, amik régen rengeteg időben, meg energiába kerültek, és mondjuk egy nagyon erős ellenfelet tényleg napokig, vagy akár hetekig próbáltak leverni. A legelső ilyen komolyabb raid bossa a World of Warcraftnak az azt hiszem, hogy 163 napig legyőzetlen maradt, és akkor sikerült a 15 millió felhasználóból a legelső ilyen 40 főből álló klánnak levernie. Ezt most gyakorlatilag 5 nap alatt felszinteztek az emberek, és leverték ezt a boss. Van, aki ezt élvezi, van, aki meg inkább erre a nosztalgia érzésre megy rá, meg szeretnék kielvezni azt, amit az a világ nyújtani tud, mert szerintem még mindig vannak nagyon, nagyon izgalmas pontjai. Meglátjuk, hogy ez meddig fog kitartani, egyelőre a Blizzardnak sem feltétlenül vannak hosszú távú tervei, most valószínűleg egy 2 évig ápolgatják még ezt a játékot, folyamatosan kerül be tartalom, ami ugye eredetileg is benne volt, szép fokozatosan rakják bele, lesznek olyanok, akik visszajöttek, de nem tetszenek nekik azok a változtatások, vagy ilyen visszabutítások, amik a ma játszott játékhoz képest, vagy a napjainkban mainstream játékokhoz képest történtek, mert itt nincs meg az azonnali visszacsatolás, az azonnali jutalmazás, mint ami most a legtöbb játékban van, meg ami gyakorlatilag muszáj. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesz lemorzsolódás, de abban is biztos vagyok, hogy lesznek olyan emberek, akik hosszú hónapokig vagy évekig fogják ezt most újra játszani. Én úgy gondolom, hogy megpróbálkozhatott volna a Blizzard azzal, hogy kiad egy World of Warcraft 2-t. Erre volt sok évvel ezelőtt is egyébként próbálkozás, volt egy Titan nevű MMO játékuk, amin nagyon sok évig, azt hiszem, hogy közel 10 évig dolgoztak, és aztán nem érezték az egész projektet működőképesnek, nem érezték, hogy az akkor elütött volna, úgyhogy ezt aztán törölték is, és hosszú-hosszú évek óta pedzegetik ezt a rajongók, és a Blizzard szerintem alsóan 5 évig mindig ennek ellenállt, és mindig azt mondták, hogy de nem akarjátok ezt, biztos, csak azt hiszitek, hogy akarjátok, de valójában nem akarjátok, mert ha most újra kéne játszani, akkor nem fogjátok élvezni, és aztán látták egy másik játék, a RuneScape, ami még egy World of Warcraftnál is jóval régebbi, a nagyon retro MMO, ami szintén nagyon sokat változott az évek során, és aztán annak a fejlesztői is visszahozták az originált, az eredetit, és valószínűleg ez volt az egyik oka annak, hogy a Blizzard is úgy döntött, hogy jó, akkor ebbe mi is beleugrunk.
tényleg rengeteg olyan emberrel találkozom a játékban, akikkel együtt játszunk, és aztán írnak, nem tudom, egy fél óra játék után, hogy bocs, felébredt a gyerek, nem tudom, mennem kell, és nagyon sokan játszanak olyanok, akik 30, 40, 50 évesek játszottak ezzel 15 évvel ezelőtt, és most visszavágynak ebbe, és nem hiszem, hogy ezt tudna egy új játék a semmiből hullámokat generálni, és ezeket az embereket visszavonzani, az valószínűleg jóval nehezebb feladat lenne. Nem gondolom, hogy ez egy ilyen könnyű, ilyen cash grab lenne a Blizzard részéről, hogy na jó, ezt dobjuk ki, ne foglalkozzunk vele sokat, mert nyilván nem egyszerűen a régi játék kódját adták ki, hanem azért átdolgoztak nagyon sok rendszert, az új játék kódjába fűzték vissza a régi tartalmat gyakorlatilag, hogy sokkal stabilabb legyen, meg sokkal kevésbé hibás. Sokkal nehezebb lett volna egy ekkora tömeget megmozgatni, úgy gondolom, egy új játékkal, vagy lehet, hogy meg lehetett volna mozgatni ekkora tömeget, de nem a régi rajongókat, hanem valószínűleg egy újabb közeget.